A Vajdasági Magyar Szövetség Topolyai Községi Szervezetének elnöke szerint már a bebizonyosodott, hogy nem voltak alaptalanok a párt intézkedései, miszerint a politikai tömörülés elnöke kérte a községi VMS-es vezetés leváltását. Az új vezetőség maga is kérte a 2014-es évre vonatkozó revíziós vizsgálatot, amely idén április és november között folyt. Ami számunkra a Vajdasági Magyar Szövetség jelenlegi vezetése számára fontos itt Topolya községben, hogy több hibát már a 2015-ös év folyamán sikerült kijavítanunk Kislinder Gábor polgármester úr vezetésével, és a 2015-ös év működését illetően a számvevő szék illetékesei meg voltak elégedve. A sajtótájékoztatón elhangzott, hasonló problémákat fedezett fel az állami számvevőszék a topolyai önkormányzatban, mint más önkormányzatokban. Ezek a civil szervezetek támogatásainak elosztásával és elszámoltatásával, a közbeszerzések lebonyolításával, a mezőgazdasági fejlesztési alap működésével kapcsolatos hiányosságok, valamint a helyi közösségek hatáskörének meghatározásával, a fizetések és prémiumok kifizetésével kapcsolatosak voltak. Az új vezetés első intézkedése még 2014 végén az új költségvetés meghatározásakor a fizetések csökkentésével és a stimulációk megszüntetésével kezdődött. Kislinder Gábor, Topolya polgármestere elmondta, a vizsgálat során voltak dokumentáció bemutatások, szúrópróbák, szóbeli és írásbeli válaszok, végül a revizor jelenlétében került sor a tervezett bemutatására, amikor is minden tételt megtárgyaltak. Nem arról van szó, hogy valaki leosztotta pénzeket, amik törvénytelenek voltak, arról volt szó, hogy a végzéseket, amiket a polgármester meghozott, azokat kifizették, az a hiányosság csak annyi, hogy nem voltak meg a szabályzatok, ami alapján a végzést meg kell hozni. Ez vonatkozik minden területre. A topolyai vezetőség ezek után is mindent megtesz annak érdekében, hogy a törvényekkel összhangban végezze a munkáját, hangsúlyozta Kislinder Gábor. A végleges jelentés után az önkormányzatnak 90 nap áll rendelkezésére, hogy a hiányzó dokumentumokat, intézkedéseket pótolja. Az állami számvevőszéktől függ, hogy kezdeményeze ezek után további vizsgálatot. A jelentés alapján a vezetőség nem vonhat senkit felelősségre, a számvevőszék dönti el, hogy tesz-e ilyen jellegű intézkedéseket.